Sziasztok, ez itt az IGN Gaming legújabb adása, én Gáspár vagyok, ez pedig mellettem a Monster Hunter World limitált kiadású PS4 Pro gépcsomagja, amit most ki fogunk csomagolni, méghozzá a videojátékbolt.hu jóvoltából, ők küldték nekünk ezt a nagyon vagány cuccot. Meg is mutatom nektek a dobozt, mert már arra is érdemes egy pillantást vetni, elképesztően jól néz ki. És hát egy, ahogy mondtam, ez egy limitált kiadású csomag, vagyis egy nagyon extra konzol van benne, legalábbis ami a festést illeti, illetőleg egy 1 terabájtos Winchester, úgyhogy fél rá játék rendesen, és természetesen, ahogy látjátok a dobozon is, a kontroller is nagyon frankon néz ki. Monster Hunter World egyébként január 26-án jelent meg, egyről csak konzolokra, vagyis Xboxon és PS4-en kapható. A PC-s verzióra egészen őszig kell várni, de aki konzolon szeretne szörnyszeletelésre indulni, az tökéletesen kihasználhatja ennek a csomagnak az előnyeit, mert hogy nem csak a gép néz ki vagányul benne, hanem jár hozzá némi extra tartalom, ahogy itt látjátok a dobozon is rajta van, méghozzá ez a Sonyval és a PlayStation-nel való közös együttműködés lényegeként. Egy limitált ideig, február 8-ig egy questet kell online végrehajtani, és akkor a Horizon Zero Dawn főhősének, Eloynak a páncélszettjét tudjátok kinyitni ebben a játékban, úgyhogy érdemes belefogni. Úgyhogy ezt mindjárt kicsomagoljuk és meg is mutatjuk nektek. Itt pakoltunk nektek ide gyorsan mindent, ami a dobozban látható, egyébként tök jól néz ki, szóval érdemes vetni rá egy pillantást, tehát nyilván sokkal érdekesebb, ami benne rejlik, és itt elsősorban nem a szokásos kábelekre, a tápkábelre, a HDMI-re, illetve a használati útmutatóra és a garancia jegyre gondolok, hanem az egyedi kialakítású hardverekre, és magára a játékra, a Monster Hunter World-re, ugyanis ez lemezes formában benne van a csomagban, mutatom ide a kamerának. A játék január 26-án jelent meg, egyébként eddig csak konzolokra, vagyis Xbox One-ra és PS4-re. A PC-s verzióra sajnos idén őszig várni kell, hogy még mikor jelenik meg, azt nem tudjuk, de majd amint kiderül, ezt természetesen jelezzük az oldalunkon. A játék nagyon jól sikerült, bár a nyugati világban egyről nem nagyon ismert, de ez egy 2004 óta futó széria, hatalmas siker, főleg Japánban, eddig 40 millió példányt adtak el belőle, és hát ez most még 5 milliót hozzárakott 3 nap alatt a Monster Hunter World, szóval egy nagyon jó játékról van szó, nálunk is 9 pontot kapott a tesztünkbe, és hát a külföldi szaksajtó is elájult tőle, egy-két helyen még a 10 pontot is megkapta. Ami szintén 10 pontos, az maga az egyedi festésű kontroller és a konzol. Kezdjük a kontrollerrel. Amint láthatjátok, nagyon vagány, és nem csak azért, mert bordó színű, hanem arany feliratok vannak rajta, illetve a markolatán fekete és arany díszítés látható, úgyhogy ezzel azért elég menő szörnyeket szeletelni. És hát ha lehet mondani, a konzol még jobban néz ki ennél, ez egyébként egy 1 terabájtos PlayStation 4 Pro, ahogy már jeleztem, és megpróbáljuk megmutatni a kameránk, nagyon csillog, mert hogy ez egy lakkozott díszítés, és a Monster Hunter széria egyik ikonikus szörnyetege, a Rathalos látható rajta, akit egyébként a Monster Hunter World-be is levadászhattok, ha megtaláljátok és ha elbírtok vele. Egyébként a játék címe is fel van vésve ide a sarokba, aranybetűkkel, és ami szintén nagyon vagány, hogy a konzol erején is aranyszínű ikonok vannak. És ha már a játékról ejtettünk szót, természetesen egy Pro konzol, tehát ez az erősebb változat, így a 4K felbontás és a HDR-i támogatás is garantált hozzá. Már amennyiben van megfelelő tévétek vagy kijelzőtök ehhez, akkor ilyen látványvilág mellett játszhatok. PS4-en, sima PS4-en is nagyon jól néz ki egyébként a játék, de a nagyobb felbontásba és HDR támogatással egészen lenyűgöző az a sziget, ahogy megelevenedik a képernyőm. Ha szeretnétek belevágni a Monster Hunter World kalandjába, de nincs meg hozzá a megfelelő konzolotok, akkor egyébként érdemes ezt a gépcsomagot választani. Limitált kiadású, tehát nem árt igyekezni vele, hiszen előbb-utóbb ezeket el fogják kapkodni. Ahogy jeleztem, a Monster Hunter World-nek a tesztje már olvasható az oldalunkon, illetőleg a YouTube csatornán meg tudjátok nézni a videótesztünket is már, ha még hezitálnátok a játék miatt. Ha konzolvásárlás előtt álltok, akkor mindenféleképpen érdemes megfontolni ezt a csomagot, mert remekül néz ki a gép is, a kontroller is, illetőleg egy tök jó játék van hozzá. Reméljük tetszett a videónk, ha igen, jelezzétek kommentben, hanem azt is, és legközelebb is találkozunk. Sziasztok!